A képeken Tolna utolsó olyan utcája látható, amely nem rendelkezik szilárd útbútkorattal. Kétségtelen, hogy a város szélén van, ám Appelszófer Ágnes polgármester állásfoglalása szerint minden tolnait, ilyen bárhol is a városban, megilletnek az azonos szolgáltatások, így az is, hogy ne kelljen eső idején sárban vagy vízben hazaérkezni. A város vezetésének szilárd elképzelése, hogy megoldják az itt élők gondját. Nagyon fontos lenne, hogy ott is legyen út, és biztonságosan tudjanak közlekedni az ott lakók. Tulajdonképpen oda senki más, tehát ez egy ilyen majdhogy nem zsákutca, senki más nem megy oda, csak aki ott lakik, vagy aki oda megy vendégségbe, látogatóba valakihez, de mégis nagyon fontos, hogy ott is legyen út. Tehát most első körben ugye arról kell döntenünk, hogy megterveztetjük azt az utat, és utána majd tudunk arról dönteni, hogy utat építünk. Most első körben a tervezésről döntünk, illetve arról, hogy az engedélyeztetés nyomán ugye egy telket kell, az út telkét magát, a közterület telkét kell majd kialakítani. Ez nem rövid folyamat, remélem nem fog évekig tartani, de mindenképpen a kiinduló pont az az, hogy legyen egy engedélyes tervünk, és akkor tudjuk hozzáigazítani a telkeket, és utána dönthetünk arról, hogy megépítjük az utat. Én azt szeretném, és nyilván a képviselőtársaim is azt szeretnék, az ott lakókon kívül, hogy ott is legyen szilárd útburkolat. Ennél hosszabb és bonyolultabb lehet annak az útnak az elkészülte, mely ugyancsak égetően fontos lenne a most felújított, a várost átszelő főközlekedési útszakasz védelmében is. Mert hiába a felújítás, a leterheltség okozta problémák ezzel nem szűntek meg. Éppen ezért vág össze a város egyik legnagyobb gazdasági egységének és foglalkoztatójának, valamint az önkormányzatnak közös elképzelése arról, nyíljon új kijárat a belső területek és a hatos főközlekedési út között. Nyilván nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a nagy cégeket is valamilyen módon segítsük, de tehermentesíteni a Gém utcát, illetve a most felújított 51-12-es utat, mert ide azért nagy kamionok is hoznak, visznek árut, tehát fontos ennek a tehermentesítése, és hát azért azt látjuk valamennyien, hogy itt a 21. század első az első negyedében, ötödében óriásira nőtt az autós forgalom, tehát minden családnak nem egy, hanem akár kettő-három gépjárműve van, és valahogy mindenki autóval jár, és nagyon nagy a forgalom. A város főutcájában óriási nagy a forgalom, és ezt is tehermentesíteni lehetne, esetleg nem a városból mennének ki a hatos útra, hanem közvetlenül ki tudnának, tehát akár a Bartók Béla utca, Mesterfém, Határ utca, vagy a Lockároly, Kosztolányból is már egy kicsit tehermentesíteni tudnánk a város forgalmát, és onnan ki tudnának menni. Ez egy sokkal hosszabb folyamat lesz, de ennek is a kiinduló pontja az, hogy megtervezzük. Appelszófer Ágnes szerint ez egy hosszú folyamat kezdetét jelenti, hiszen telkeket kell vásárolni, vagy kisajátítani, és ezt követően kezdődhet meg a tervezés. A hatos főközlekedési út a Magyar Állam tulajdona, a Magyar Közút kezelésében van, és nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egyáltalán hogy lehet csatlakozni, hogy és hol lehet csatlakozni ehhez a főúthoz. Nyilván a tervezőnek az lesz a feladata, hogy azon kívül, hogy húz egy vonalat a térképen, azért ezeket az egyeztetéseket lefolytassa, és utána pedig ugyanúgy, ahogy a Napraforgó utcánál, csak ott ugye saját területből kell majd a közterületet kialakítanunk, de hát itt magántulajdonú területek vannak, valahogy meg kell egyeznünk majd ezekkel a tulajdonosokkal, hogy engedjék meg, hogy mi oda utat építsünk. De ez az első lépés, és én nagyon fontos lépésnek gondolom ahhoz, hogy a jövőben egy kicsit tehermentesítsük a várost. A város vezetője bízik abban, hogy néhány éven belül pozitív változás áll majd be Tolna közlekedésében az új út megépültével.